A koraszülöttek világnapjára országos program sorozat épül. Ehhez csatlakozott immár második alkalommal a Szabadságtéri óvoda is. Több olyan gyermek jár ugyanis ide, akik az ideális 9 hónap kihordási idő helyett ettől hamarabb látták meg a napvilágot. Mit ünneplünk ma, Csenge? A koraszülöttek világnapját. Lilába borult ma a Szabadságtéri óvoda, és az ide járó gyerekek többsége is ilyen ruhát öltött magára, mert ez a színe a koraszülöttek világnapjának. Erre az alkalomra klímanocskák egész héten készültek, közülük is többen hamarabb érkeztek erre a világra. Már tavaly is csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz, igyekeztünk úgy felépíteni természetesen a programokat és a foglalkozásokat, hogy ez az óvodáskorú gyermekekhez nagyon közel álljon, különböző kis matematikai, mozgásos feladatokkal és barkács is készültünk erre a napra. A koraszülöttek világnapjának fő jelképe a lila polip, ezért a gyerekek ezt az állatot készítették el papírból vagy gyurmából, majd vele játszottak. De a labdák is előkerültek, amelyeket szín szerint kellett különválogatni, természetesen lila is volt közöttük. Rendkívül fontos, hogy a szülők is és mi pedagógusok is felfigyeljünk erre, hiszen az óvodapedagógusoknak is nagyon nagy szerepe van abban, hogy a koraszülött gyerekeknek a fejlesztését minél hamarabb, minél korszerűbben, szakszerűbben el lehessen végezni, és az óvodákban erre külön figyelmet is fordítunk, hogy ezek a gyerekek nagyobb odafigyelést és fejlesztést tudjanak kapni. Az esetleges hátrányok ugyanis behozhatók, csak a gyerekeknek ehhez szüksége van a korai speciális fejlesztésre.